10 éve már annak, hogy városunkban először útjára indult a Dobozba szállt szeretet nevű program, mely során a hajdunánási iskolások, óvodások és magánszemélyek is gyűjthetnek a rászoruló családoknak. Idén a barkaszói középiskolásoknak és a kárpátaljai elfelejtett gyerekeknek vitték el szép számmal összegyűjtött csomagjaikat. Első körben hajdunánási gyerekek, hátrányos helyzetű gyerekek és időseknek szólt ez a program, ami azt jelentette, hogy még a tanyavilágba is kimentünk és vittünk ebből a szeretett csomagjainkból. Illetve szervezeteknek adtuk át az összegyűjtött dolgokat, úgy mint a Vöröskereszt, Miért a Délünk Egyesület, Családsegítő, stb. Illetve volt olyan is, amikor tudtunk a közösségünkből beteg gyerekről, és neki kimondottan volt a gyűjtés. Aztán, amikor egy napon, egy hírekben meghallottam, hogy mi történik Kárpátalján, tehát nem elég, hogy háború van, vagyis a szegénység van, még a háború is nehezítette az életüket, akkor elgondolkodtam rajta, hogy ez pár kilométerre van ide hozzánk a határ, és ez valami rettenet, hogy a mindennapi létük, az élelem ennyire nehéz perceket és órákat és napokat szerez nekik. Nyilván a fűtésben nem tudtunk besegíteni, mert az ottani iskolában egy ilyen 15-17 fokos hőmérsékleten tanulnak a gyerekek. De hogy találtam rá Barkaszóra, az volt, hogy a Református Szeretett Szolgálat vezetőjét kerestem meg, mert nem elég a csomagokat megkészíteni, elkészíteni, az átjuttatása az igen nehéz feladat. És Kocsis Attila volt segítségemre. Én ugyan egy árvaházat kerestem, de ő a barkaszói középiskolát találta meg, ahol 1-10 osztályig vannak gyerekek. Velük vettük föl a kapcsolatot, és minden egyes alkalommal, amikor adományt vittem, törekedtem arra, hogy a velem kiutazó kollégákat még a vereckei hágóra is el tudjuk vinni, értsék, hogy mi gyönyörű Kárpátalja, és mindaz, ami szegénységgel küzdeniük kell, ez annak a világnak a története, ahol pár kilométerre a mi határunktól egészen másképpen működik az élet. Barkaszó egy Munkács mellett lévő kis falu, melyet a trianoni békeszerződéssel elcsatoltak Magyarországtól, és melynek lakosai több mint 60%-ban magyarok. Az iskola jelenleg 11 ukrán és magyar tannyelvű osztállyal működik. A végzősök közül sokan folytatják tanulmányaikat helyi és magyarországi felsőoktatási intézményekben. A mai napig körülbelül pici összeget emelhettek, de ilyen 100-200 forint értékű hrivnya az, ami, vagyis forint, amivel el kell lássák az iskolában a gyerekeket. És bizony van, amikor ez sem érkezik meg, és csak víz és kenyér az, ami az asztalra kerül. Nos, hát egy ilyen helyre megérkezni, egy tartósító, olyan élelmiszernek, amivel hosszú távon esetleg tudnak ételek, tartós élelmiszerekre gondolok, vagy tisztasági eszközök, dolgok, hát ezek kincset jelentenek. De hozzáteszem, a dobozon túl, amit megnyitnak, azon túl sokkal több és fontosabb számukra, hogy mi tudjuk, hogy ők vannak, mi tudjuk, hogy milyen helyzetben vannak, és a szívünkkel, lelkünkkel, szeretetünkkel segítjük őket. A Dobozba szállt szeretett programban több gyűjtőpontra is lehetett adományokat vinni, melyeket Csilliknél Szólát Julianna szervezésében szállítottak a határig, onnan pedig Barkaszóra érkeztek az adományok. A gyűjtésben iskolás gyerekek is nagy számban vettek részt. Mi a kárpátaljai gyerekeknek gyűjtöttünk. Az alsó osztály főnökünktől, Irénkenéltől, és a mostani osztály főnökünktől, Zsuzsanénitől hallottunk. Ők sokkal nehezebb körülmények között élnek, ezért próbálunk nekik segíteni. Én azt tudom róluk, hogy nehéz körülmények között vannak, és ezért próbálunk nekik segíteni. Ugyanolyan gyerekek, mint mi, csak ők sokkal nehezebb körülmények között vannak. A gyerekek nem először hallottak a barkaszói iskoláról, már több éve gyűjtenek nekik. Alsóba gyűjtöttünk nekik, szerintem úgy emlékszem, ruhákat is, és élelmiszereket szoktunk, meg még néhány ilyen kis vinyekte, meg ilyeneket. Zsuzsa néni mondta, hogy ő mikor volt megnézni, megköszönték. Az elfelejtett gyerekek egy olyan kórházi közösség, ahol sok olyan apróság van, akiket szó szerint ott felejtettek szüleik a kárpátaljai kórházban. Az elfelejtett gyerekek, ez egy frissebb történet. 3 éve találtam rájuk, és könnyek között néztem végig mindazt, ami ott a nagyszülősi és a munkácsi kórházban történik. Számomra teljesen érthetetlen volt, hogy lehet elfelejteni egy megszületett gyereknek,
elfelejtett gyerekké válni egy megszületett gyereknek, és kerestem utána, hogy mi lehet az oka, és mi mit tudunk ezért tenni. És bizony nagyon nagy a gyógyszerhiány Kárpátalján, vagyis Ukrajnában, sőt, mitől ezt el kell mondani, de nagyon finoman, hogy még amit vesznek a gyógyszertárban is, azok is hamisítottak, tehát nem alkalmasak kezelésre. És azokat a beteg gyerekeket, akik megszületnek, elsősorban ők kerülnek és maradnak ott a kórházban, vagy pedig olyan, hogy már 8., 10., 13. gyerekként születik kint. Hála, ez részben, minden rosszban van jó is, az abortusz az egy ismeretlen dolog. Tehát próbálják szeretettel fogadni a gyerekeiket, de hát a megélhetésük az nem tudja a fenntartásukat, vagy a felnevelésüket ezeknek a gyerekeknek segíteni, és a rendszer, amiben ők élnek. Tehát itt nálunk, ha megszületik egy kisbaba a kórházi körülmények között, akkor szinte napokon belül hivatalos papírja van, neve van. Itt ezeknek a gyerekeknek javarészt a kis karjukon, vagy az van írva, hogy nincs neve, vagy annyi csak, hogy kislány és kisfiú. A város több pontján is szerveztek gyűjtéseket az elfelejtett gyerekeknek, így a Bocskai István Általános Iskola polgári utcai és iskola utcai intézményeiben is. Természetesen a gyerekek tudták, hogy kiknek és miért gyűjtenek. Elfelejtett gyerekek, akit ott hagytak a szülők, mert már nem bírtak vele, lehet sok volt már, és meg szegények voltak, és nem bírták gondukat viselni. Tudtuk is, hogy rászorulók, segítsék el nekük, meg a kórházak is kicsit gyengébbek. Sok gyerek, aki beteg, nagyon súlyos beteg, és azért hagyták ott őket, mert nem tudták fizetni a gyógyszereket, vagy a kezeléseket, és ezért ott hagyták őket a kórházakban. Nekem ezt anyukám mondta a hírt, meg mi utána is kerestünk, meg mi ilyeneket naponta olvasunk. Minden évben szoktunk gyűjteni ruhákat, és így ajándékba szoktunk nekik. Szeretnénk nekik sokat segíteni, hogy jobb körülmények között éljenek. Én az osztályfőnöktől ismerem, ahogy mondta nekünk ezt a hírt, hogy a gyerekeken lehet segíteni, amikor csak volt rá időnk, akkor egyből rohantunk a boltba, mert tudtuk, hogy nagyon sietni kell, mert ezek a gyerekek nem olyan körülmények között élhetnek, amilyen körülmények között mi élünk. Amikor hallottuk, hogy lehetett ezt gyűjteni, hazamentünk, és összeszedtük azokat a ennivalókat, meg élelmiszereket, amit adtunk ezeknek a gyerekeknek. Már az iskolások is tudják, hogy fontos másokon segíteni, átérzik ezeknek a gyerekeknek a sorsát. Mi a elfelejtett gyerekeknek gyűjtöttünk, hogy ne éhezzenek, meg hogy jó kedvük legyen, meg ilyen. Én azért gyűjtöttem ezeknek a gyerekeknek, mert tudtam, hogy nekik segítségükre van szükség, és nagyon kell nekik segíteni, és próbáltunk nekik segíteni, az egész osztály próbál nekik segíteni. Azért, mert nem minden gyereknek adat meg, hogy boldog családba és jó családi körülmények között nevelkedjenek, gazdag családi körülmények, meg ilyenek között. André mondta, hogy nem annyira. Annyira úgy élnek, mint mi. A Kárpátaljai Elfelejtett Gyermekek Segítése Csoport egyik létrehozója Sipos József református lelkész, akinek köszönhetően ma már tudhat arról a világ, hogy léteznek elfelejtett gyerekek. Fölkerült 3 éve egy videó a hálóra, én akkor találtam ezt meg, és mozgósítottam magam körül azokat az embereket, akik érzékenyek erre. És Istennek hála, telt buszokat tudunk vinni, és a Sipos József, aki a lelke, a motorja ennek odaállt, már ő egy református lelkész, létre is hozott egy alapítványt, ahol pénzügyi támogatást is fogadnak, de én megmondom őszintén, nagyon ritkán fogadtam el pénzt, az is úgy volt, hogy rögtön gyógyszert vettünk, értem. A gyógyszeradomány alatt vitaminokat értsünk, nem ilyen kezelő gyógyszereket, maximum lázcsillapító vitaminok, hintőpor, popsi krémek és egyebek. Viszont én azért érzem annak a fontosságát, hogy csomagok készüljenek, mert
Mindig is ez volt a célom, hogy érzékenyítsük egymást. A gyógyszeradományok gyűjtésében évek óta aktívan részt vesz a Puskás család, akik a nagymértékű felajánlás mellett a csomagok eljuttatásában is segítik a Bocskai István Általános Iskola karitatív csoportját. Az érzelmi intelligenciája igen erősen fejlődik annak az embernek, aki megnéz egy ilyen történetet, és azt mondja, édesanyja, mert minden onnan indul a családból. Ahol az édesanyja azt mondja, na nézd csak kisfiam, te is egy kisfiú vagy, egy 6 éves, ő is, és milyen körülmények között élnek. Mi az, amit becsomagolhatunk? Nekem volt most egy olyan kis pici óvodás gyerekem, aki a saját ruhatárából állított össze onnantól, hogy cipőzogni egy garnitúrát, mert ő szeretné látni azt majd egy kisbabán a kórházban. Nem csak a Bocskai István Általános Iskola, ami és kollégium diákjai kapcsolódtak ebbe be, mint lehetőség, mert nem kötelező, hanem az óvoda, a Hajdunállási óvodának 3 tagintézménye. A gyűjtésben a Hajdunállási óvoda Szivárvány, Gyermekkert és Eszterlánc tagintézménye vett részt. A barkaszói csomagokat február 15-én, az elfelejtett gyerekeknek szent adományokat pedig 17-én vitték el a határig, mivel a Covid-helyzet miatt idén sajnos nem tudtak a szervezők személyesen elmenni Kárpátaljára. Barkaszói csomagokat hétfőn vittük el a határig, és onnan fogja a Pál Sándor, aki ebben segít, szintén a szeretett szolgálat. Őtől van a kapcsolatunk, és ő fokozatosan ezeket átviszi. A másikat pedig szintén a határig vittük el, de ott már Sipos Józsefnek tudtuk átadni, tehát ő fokozatosan ezeket átviszi. És tudom, hogy most már olyan dolgok is készültek a csomagokban, ahol levelek, gondolatok is átkerülnek. Ez nagyon fontos számukra. A barkaszói iskolában nagyon okosan megtalálják a módját, hogy minden gyermek részesedhessen ezekből a dolgokból. Most kimondottan csak tartós élelmiszert és tisztálkodási eszközöket hirdettem meg, hogy ha lehet ezzel segítsenek, most a ruhával próbáltam visszafogott lenni, mert az volt a lényeg, hogy ez átjusson. Mind a barkaszói adományozottak, mind pedig az elfelejtett gyerekek hálás szavakkal köszönik a rendszeresen érkező felajánlásokat. Amikor átérkezik ez a csomag, akkor ők küldenek egy visszajelzést, hogy megérkezett, és nagyon köszönik. Nincsenek bőszavakkal, de a köszönetjelét azt visszajelzik. Ők azt szokták mondani, hogy imáikba foglalják Hajdunállást és az iskolás gyerekeket, mert az a legtöbb, amit mi adunk, hogy szeretjük őket. Nagyon nagy tisztelettel köszönöm, hogy érzik az idők szavát ezek a családok, ezek a diákok, és azok a kollégák, mert mindig onnan is múlik, mert ha nem kap információt egy osztály, nem kap egy információt egy család, akkor nem tudja ezeket a lépéseket meglépni. Mindig azt szoktam mondani, hogy egyedül morzsák, de együtt egy kenyérré tudunk válni. A szervezet továbbra sem feledkezik meg a kárpátaljai emberekről, a legközelebbi gyűjtést gyermeknek környékére tervezik.